Üdvözlök mindenkit a régi területünkön. Kicsit kitakarítottam. Ezt előző rész végén úgy zártam le, hogy szeretném elköltöztetni innen a területet. Ez megtörtént. Már most itt úgy komolyabban semmink nem maradt. Maradt egy pár mi. Egy pár kommon. Az a baj, hogy mindjárt majd megmutatom, hogy miért maradtak ők itt. Nem túl jó értékeik vannak, mindegyik alapból nappali. A másik pedig az a gond velük, hogy alacsonyak az értékeik, tehát ilyen 3-4-4. A 4-4-4-esek talán azok, akiket bármire is tudunk használni. Nem vagyunk túl messze a vagy a ettől a területtől, úgyhogy bármikor át tudunk jönni. De egy picit nagyobb lett a hely. Megépítettem azt, amit úgy nagyjából mondtam, hogy szeretnék megépíteni. Így néz ki most a terület. Annyi változott, hogy még a kaptárak nincsenek mindegyik tele. És nem is kezdtem el még annyira a méz termelést, azért, mert még mindig szenvedek azzal, hogy bizonyos méh típusokat kifejleszek, ami hát aránylag jól halad, de még néha-néha instabil a kaptár. Tehát például itt vannak olyan forestek, akik már nagyon jó értékkel rendelkeznek, tehát ilyen 5-4-5-4, és nappali és vízszerető. Aztán van olyan common, aki 4-4-4-5, tehát ezt mondtam, hogy a 3-4-4-4 meg a 4-4-4-4 az egy kicsit alacsony. Ők ugyanúgy nappaliak és vízszeretőek. És van éjszakai vízszerető 4-4-4-5-ös common bink is. Itt mi készült? Ó! Oh. Ja, igen, itt a verdantokat próbáltam. Mit akartam én ebből kihozni? Mert a verdant az alapból vízszerető. Szerintem a foresteket akartam tovább húzni. Mert ők, őnáluk is az a baj, hogy ilyen 4-3-3-3. Úgy emlékszem, hogy a forest az amúgy alapból alacsony. Igen, tehát ő is 4-4-4-4 lenne. Ezt próbáltam egy kicsit. Most itt már van olyan verge, aki például 5-4-4-4. Én úgy emlékszem, hogy az is ilyen 4-4-4 körül van. Igen, tehát 4-4-4-5-4. Ebből is tudok csinálni már most egy kicsit erősebbet. Tehát folyamatosan szórakozok úgymond velük. Ők alapból vízszeretőek voltak, jó? Tehát akkor itt nem változott semmi. Csak annyi, hogy lett egy ilyenünk, és mondjuk 5-4-4-4, 5-4-4-4, két ilyet össze tudunk rakni. 5-4 5-4, még ez is, ha ez sikerülne tovább megtartani, akkor ez úgy nagyon jó lenne. Az a baj, hogy ezekkel még mindig nem jó dolgozni, akik ilyen, ez Verge Forest, és akkor abból lett egy Misty. De Mistink meg már van, és szerintem jobb értékkel, mint 4-4-4-4-4-3-4. Azt hiszem, nem ezek az artisanok. Nincsen még kitalálva a rendszer, csak belettek így rakosgatva ide a méhek össze-vissza, itt vannak a misztik. 4-4-4-3-3-4, akkor még ez jobb is. Nem, ez nem, de ez igen, 4-4-3-4. Tehát próbálom őket egy kicsit erősíteni, egy kicsit fejleszteni tovább, hogy minél tovább kint lehessenek, minél tovább éljenek, minél tovább dolgozzanak. Tudom, ez így most egy kicsit ilyen hülyén hangzik.
De pont ez lenne a lényeg, hogy ha elindítom újra a termelést, akkor már szeretném úgy, hogy mindegyik jól tudjon dolgozni. Az új feladatunk egyrészt még mindig nem sikerült common és uncommon keveréke, de egyetlen egy probléma van. Én a Dream Bee-nél ezt itt szerintem, amit egyetlen egy, amit nem próbáltam ki. Hogy akkor jelennek meg, hogyha az ember alszik. Én ezt úgy értelmezem, hogy éjszaka kell, hogy legyen, mivel hogy éjszaka alszunk. De azt az egyet nem próbáltam ki, és már nem tudom hányat tekertem ki, és egyetlen egyszer nem jött ki. Tehát mi van, ha ez nem egy nyelv, vagy egy ilyen fejtörő, és nem azt kellett kitalálni, hogy ezek éjszaka fognak szaporodni, hanem egyszerűen csak le kell feküdnünk aludni, miközben ők alkotnak. Ez abból jutott eszembe, hogy itt egy ilyen mini kis házikom van, és van egy ágyam. És mondom, azt az egyetlen próbáltam ki, hogy alszok a karakteremmel, miközben bent vannak. Én annyira bele voltam ebbe állva, hogy itt mindenképpen úgy kell megcsinálnom, hogy de nem szeretlek. Tehát mindenféleképpen úgy kell megcsinálnom, hogy éjszaka. De én úgy emlékszem, hogy az előző részben próbáltam is. Hogy az előző részben én próbáltam is éjszaka őket összerakni valamelyikben, vagy egyel visszább B részben, tehát hogy vagy a 8-asban, vagy a 9-esben. Próbáltam olyat is, hogy éjszaka hagyom őket bent, de éjszaka meg nem dolgoznak, vagy legalábbis ugyanígy a három pöttyös kis ablakocska jött fel. Tehát tényleg egyetlen egy dolog maradt, hogy még nem aludtam, miközben ők szaporodtak. Úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni. Most már úgy látom, hogy mindegyik üres. Ezekkel majd kezdek valamit. Hová rakjalak ki titeket? Ez a Misty B, ez volt az, akire azt mondtam, hogy jobb. Ő egy gyengébb, de ha őt, kettőjüket összerakjuk, akkor van esély arra, hogy feljebb emelkedjen egy 4-4. 4-3 és fél, 3 és fél 4-re. Inkább 4-3, 4-4-3-4 lesz abból, nem baj. A vers, ez az a baj, hogy ennek nagyon jó értékei lennének, de ha ezt én összepárosítom bárkivel, akkor ez kuka. Úgyhogy őt hozzuk és rakjuk ki majd, elengedjük. Aztán van az 5-4-4-4. Őt csak simán össze kellene raknom. Egy másik 5-4-5-4-jel. Őt is betesszük egy sima kis kaptárba. És akkor ebben a háromban megpróbálunk egyszerre uncommon és common méheket összerakni. Ide beteszünk akkor két verge-et, és akkor ide meg betesszük a két misztit. És bízunk benne, hogy jól fejlődnek tovább. Az a baj, hogy azt vettem észre, hogy ebben a kaptárban van, vagy hát a mékasban van az, amikor szinte ugyanazt kapom vissza a két méhből, amit betettem. Tehát például itt vannak a forestek, ezek mindig ugyanolyanok jönnek ki. Itt vannak a commonok, ezeket így raktam be, így jönnek vissza. De próbáltam olyat, hogy betettem ide a méheket, és nem emlékszem, hogy melyik volt az. Ezért csinálunk amúgy jobb foreszteket, mert ez 4-3-5-4. Azt hiszem nem, ebben van a forest, ebben van a forest. Ez meg 5-4-5-4. Tehát
És ugyanaz az esőszerető és nappali, úgyhogy próbálom őket tovább fejleszteni, hogy minél tovább tudjanak kint lenni. Úgy emlékszem, hogy hetes, ugye hetes a legmagasabb szint. Jól mondom? 4, 5, 6, igen, 7. Azt nem tudom, hogy fogom tudni eljárni. Majd kiderül. Hosszabb távon. De most keresünk jó értékű, mondjuk ilyen 4-4-4. 5, az már tetszik. Itt ez, meg ez, meg ez. Ezek miért nem kerültek egybe? Az oké, hogy van benne egy queen. De valamilyen más érték lesz akkor még mellette, ami miatt csak azt mi valószínűleg nem látjuk, hogy nem jelzi ki a játék, hogy még milyen plusz értéke van. Mindegy, kiveszünk 1, 2, 3 stabil uncommon-t. Úgyis most még éjszaka lesz, úgyhogy nem is rakom őket még teljesen össze. Hanem... amit még meg akartam nézni, de szerintem én azt innen nem fogom látni. Igen, túl messze van az ágy. Tehát innen már nem tudom megnyitni, és valószínű, hogyha megnyitom, és kilépek az ágyig, be is záródik. Aha. Azt akartam megnézni. Első körben úgy próbálom ki, hogy mondjuk mit tudom én, az utolsó 10 másodpercben alszunk. Tehát, hogy amikor létrejön az új mi, akkor... megyünk el az ágyba, mert szerintem, hát a programozóként én lusta programozó lennék, és én úgy csináltam volna meg, hogy akkor számolja ki a program, hogy mi lesz belőle, amikor létrejön az új mi. És az új mi létrejöttekor kell teljesülnie az adott feladatoknak, vagy az adott feltételeknek. Tehát... nem fogom végig figyelni, mondjuk 250 másodpercig, hogy alszik-e a játékos, hanem akkor aludjon, amikor létrejön az új mi. Ez majd kiderül. Először is megvárjuk őket, hogy napközben legyen. Kell 2 erős kommon mellé, vagy hát 3. 4, 4, 4, 5. Azt nem tudom, hogy a commonokba raktam-e már el jót. Van ilyen, hogy 4, 4, 4, 5 lefelé. Itt is az lefelé, úgy mind a kettő lefelé. Ez nem elég stabil. Hát akkor egyedül ez van, ami úgy aránylag stabilabb. Vagy... nem. Igen, majd szín szerint elrendezem őket. Hát az esőszeretőket nem akarom most belerakni, tehát nem akarok egy új tulajdonságot bevezetni, hanem csak annyit szeretnék, hogy egy stabil értékű... menj már! Félre kattintottam, vagy félre nyomtam. Stabil értékű common legyen mellette, majd utána arra is ráfejlesztjük azt, hogy esőszerető legyen, meg utána összerakjuk őket úgy, hogy az éjszaka is tudjanak dolgozni. Ez így tök jó, mert tehát például ezeknél úgy van, hogy az egyik kaptár dolgozik, vagy az egyik kas dolgozik napközben, másik kas dolgozik éjszaka. És azért akarok ilyeneket kifejleszteni, amik ilyen speckók, hogy ekkor is dolgozik, meg akkor is dolgozik, mert hogyha jól csinálom ezt az egész folyamatot, akkor mondjuk tegyük fel, meg tudom oldani azt, hogy a felekas napközben dolgozik, a felekas éjszaka. Az egyik fele ezt csinálja, a másik fele azt csinálja. És akkor így... mivel hogy alapból most már lassan majdnem minden méhünkön rajta van az, hogy esőszerető, így tudom őket dolgoztatni majdnem 0-24 a felét, a másik felét pedig megint a másik 0-24. Mivel ezen a területen nem fog esni a hó, nem lesz melegebb, nem lesz hidegebb, ezért ezeket a méheket próbáljuk ebben a szintben megtartani. A másik, azt nem tudom, hogy az előbb mondtam-e, vagy csak akartam,
De mindenféleképpen a következő az egy regál lesz, amit ki akarok fejleszteni. Royal Jellyből már tudjuk, hogy ő csinálja a Royal Jellyt. Belőle sok lesz. Tehát azt még lehet, hogy megmerem kockáztatni, hogy egy egész sort végigrakok, így, hogy talul mondjuk csak regálla, mert azzal fogjuk tudni például ezeket a kaptárakat is, vagy ezeket a kasokat is automatizálni, meg magát a kaptárkört is ezzel fogjuk tudni automatizálni. Aztán, amin nagyon sokat gondolkodtam, hogy itt mit rontok el. Még mindig nem működik. Úgyhogy valószínű, hogy még innen hiányzik valami. Próbálok logikusan gondolkodni. Azt hiszem, hogy nem a pillangós kell, hanem a lepkés. Ez nem a pillangós, hanem a lepkés. Ezt megmondtad. Tehát kell ez, ez, és valami kiskör alakú. Vagy ilyen félkör alakú. Az egyetlen dolog, ami az, az és félkör alakú, az a magokban, nem a magokban, akkor a növényekben van. Itt ez. Plutty. Le kellene néha olvasni, de az a baj, hogy ha csak így magamtól játszanék, és nem venném fel, akkor valószínű egy kicsit hamarabb rájönnék arra, hogy valamit elrontottam. De így, hogy menet közben beszélek is, és próbálok gondolkodni, és próbálom az egészet összerakni, hát... És ráadásul itt van benne a nearby shrubokból, tehát közeli bokrokból gyűjti a faragást. Igen, itt ez a kettőkkel, plusz akkor ezek szerint stick és deszka? Vagy log? Na, az kemény. Kő. Tehát amúgy... látom a problémát. Nagyon sok bokrot kell ültetnünk. Még azért nem is hogy jó is, hogy nem raktam ki mindet. Ó, jaj. Elbeszéltem az ötleteimet. Valahol kinéztem én itt egy kommont. Vagy itt néztem? Igen, itt néztem. Legyen innen egy olyan, aminek mondjuk stabil a... ez. Stabil a teteje. És akkor legrosszabb esetben lesz egy 4-4-4-4-es uncommon common. Egy, jaj, rakjuk így. Mert ezek 4-4-4-5, remélem, hogy ez az ötös egy kicsit erőteljesebb lesz az uncommonnál, és akkor így össze fogja őket szépen párosítani. Következő részig el szeretnék oda jutni, hogy legalább ez az egy fajta sikerült. Ezt most meg is csináljuk azt, hogy gyorsan áttekerem ezt az éjszaka és a hajnalnak az átmenetét. Aztán hajnal, és azt hiszem 6 órától van reggel. Nem. 7? Léci? Ezt már megvárom. Igen, 7-től van reggel. Úgyhogy rohanunk is. Azt nem tudom, azt kellene még kipróbálni, hogyha ők itt benne vannak, tehát ők valós másodperceket töltenek el ide bent. Tehát ez a progress bar
4-4-4 és egy kicsit fölfelé. Valami ilyesmire számítottam amúgy. És a másiknál meg megpróbáljuk fordítva, hogy egy uncommon megy előre és egy common megy mögé, hogy akkor mondjuk az uncommonnak a... Igen, ez 5 lefelé, ez is. 5 le, 4 fel. Egyiknél így jött össze, másiknál úgy. Mert hogy betettük az elsőt, ebből van még jelen pillanatban 319 másodperc, 316. Mondjuk tegyük fel, most járunk 310 körül, pörgetünk egy órát. És akkor most olyan 300 körül járunk. Igen. Tehát az, hogy mennyit alszanak, vagy mennyit alszok, az nem befolyásolja a játékbeli, csak a játékbeli időt befolyásolja, de a gépek működését nem. Mondjuk ez tök jó lenne, hogyha lefeküdnék, betennék egy adag fát, lefeküdnék, és akkor a fa magától kész lenne pár másodperc alatt, és nem fél órákat kellene rávárni. Ez néhány naponta ránézek, és tekergetem tovább. Mondjuk legyen most a fele, nem az a fele, ez a fele. Ha nem, de, mert kell, itt. Kell infused is, aha. Jó. Akkor még egy kicsit várok vele. Ezt ellenézem, mert megint rosszul járok, 240, akkor ez még 6 perc. Jó, ezt is megtekertetjük, de innen már most ki kell vennem, úgyhogy gyorsan lopok egy tartályt, köcsögöt, csanakot, nem tudom minek hívjam ezt. Így, és akkor ezt pedig beleengedjük ide. Itt már az előző területről, ahogy áthoztam a gyantát, azokat minden... Jaj, meg igen, ezt el is felejtettem. Raktam le, vettem egy ilyen kannát, a sótlanítót, ez alapból vizet csinál, és van most már, hát sók dögivel, úgyhogy el tudjuk kezdeni ezt a illatanyag, illóolaj készítést, vagy ilyen, mindegy, illóolajozást. Ide be, ide mi kellett? Rezin. Ja, azért csinálom ezt a rengeteget, emlékszem már. Emlékszem. Igen, csak amikor átköltöztem, az, ami benne volt, úgy emlékszem, hogy elég sokat raktam bele. Vagy 200-at, ha jól tudom. Mivel ezeken a gépeken nincs leengedő, ezért az, ami benne van, azt elveszítjük. Mivel gyártani nem tudtam benne, ezért így jártam. Tudom. Ó, még a másik, ami most jutott. Ho-ho, ho-ho-ho. Ó! Juhú! Learn more. Igen, és ez volt. Twig, leaf és shrub sapling. Ők nem sokáig vannak. És meg is ették a cuccot. Szóval, itt úgy emlékszem, hogy nem is tudok más csinálni, hanem úgy van, hogy nem Butterfly Hotel, nem Bee Hotel, nem a Bee Habity. Na most, igen, azt se akarom, hogy ezek itt összeakadjanak. Hová tegyelek titeket? Mondjuk, nem, kipróbáljuk. Ha ide belép, beteszem. Így. És hozok. Hát ennek rakjuk be a felét.
Nagyon kell az a farm. Jaj. És ebből megint nem úgy ennek a felét. Így. És ezt beleteszem ebbe. Ezekkel akkor nem tudok semmit csinálni. Tehát nem tudom kivenni, nem tudom arrébb rakni. Aha. Tehát ezek csak úgy benne lesznek ilyenkor. De jó, amúgy... Ó! Hú. Jött egy. Ez... Ah, 40 másodperc! Segítség! Hát most ez a nap akkor elmegy. Mert azért 40 másodperc alatt majdnem áttekerjük a fél napot. Nem baj. Az lenne a lényeg, hogy jó lenne látni, hogy a kis ikon megjelenik-e fölötte, de így nem fogom látni, mert pont olyan szar helyen van. Mondjuk megnézzük 50 környékén. Ó, kész vannak. Ott látszik az ikonnak a kis sarka. Nagyon jó. Gyere ki az ágyba. Állj, az ágy úgy is működik, ha csak belemegyek? Nem. Ezt bele kell feküdni, de ki meg csak kisétálok belőle. Jó, ezt is jó tudni. Jó. Ebbe akkor már most legközelebb nem is szórakozunk, hanem rakunk bele normális következő szintű dolgokat. Nem már! Túl gyorsan ment, valahogy. Jó, hány másodperc kell nekik? 24. Az az utolsó, amit beraktam. De most úgy sem tudok más csinálni. Tehát végig alusszuk a napokat. Ennyi. Ez ilyen. Ez egy ilyen kör. Ahogy reggel van, onnantól 24 másodperc, 6, 7 óra. Jó, akkor... Most azt nézem amúgy a felvétele, hogy megy, hogy 27 perc, 20 másodperc, akkor 27 perc, 50-ig várunk. Az még 10, 10, 9, stb. Másodperc. Úgyhogy, hát ez lett az új területünk, itt fogunk mostantól alkotni. Nem fogok állandóan szenvedni azzal, hogy nincs hely, meg hová rakjam, meg stb. Ah, mondja te kimát. Ott van! Ez az! Jó! De ez nagyon sok hely. Ott is egy. Abban nincs. Jó. Hál' Istennek. És ezek legalább úgy látom, hogy most már kezdenek stabilizálódni. Ez egy lefejlesztett tankom van, nem baj. Szóval. Dam. Drimbi. Ebből, amúgy nem rossz, mert amúgy legalább három kell ahhoz, hogy megnézzük, hogy mit tudnak. És annyi meg lesz. Egy. Nagyon sok van. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikroszkóp. Gyertek. Ágymérhácska. Megmikroszkópozzuk. Ez. Úristen. Kettes. Az is. Slow. Aha, itt ez már 3-3-4-3. Aha. Na lássuk, mit mond a csodakönyvünk. Aha, 3-4-2-3-4-3-4. Nem jó. Nem tetszik. Ezt összerakva az Artisannal lesz majd a prizmatik. Jó, az most nem. Riga.
Golden Rodunk van, úgyhogy megyünk Rigal beat csinálni. Minél többet. Jaj, várj, gyere ki. Ne maradj itt egyedül. Vagy. Őket, ezek simán éjszakaiak. 3, 3, 4, 3, úristen, ebből most kikeresni egy olyat, ami egy olyan párt, akit el lehet kezdeni. 3, 3, 4, 3. Van egy olyan ötletem. Itt van egy üres box. Így. Bedobáljuk őket ide. Egy. Na! Így egy kicsit könnyebb lesz, és mindegyik másféle. Ó, hogy az anya. 4, 2, 4, 4. Próbáljunk meg. Most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy bejátszom azt, hogy egy ilyen 4, 2, 4, 4-et összerakunk egy 3, 3, 4, így, ja. Az a baj, hogy ennek lefelé áll a hármasa. Ennek is, meg ennek is. Az a baj, hogyha most ezek, tehát mondjuk egy ilyen 3-3-4-4-est összerakok, egy 4-2-4-4-jel, mondjuk el tudok lehetséges érni belőle egy 4-3-4-4-et, de az a baj, hogy mivel ez a hármas lefelé van, és a kettes lé, lehet, hogy hát, kétesélyes, eléggé kétesélyesnek tűnik. Nem baj. Akkor rakunk egy ilyet. Jó, melyik volt ez? 4-2. És akkor rakunk egy 3-3-4-4-et. Igen, ezt a legértelmesebb. Hát az, hogy most ő ilyen, az nem számít. És ezeket úgy szoktam stabilizálni, ami eddig bevált, hogy beteszem egy sima kaptárba, vagy egy kasba, és ők ott utána mindig rendszeresen ugyanazt hozzák létre. Utána azokat már rakhatom tovább, és akkor utána már minden rendben van. Jó. Az uncommonokkal most nem foglalkozunk tovább. Ebből jobb van. Ez ugyanolyan. Ez is, ez is, ez is, ez is, ez is. Ezek mind ugyanazok. Common and common úgy külön nem érdekel. Ez se, ez se. Uncommon. Itt már az ötös lefelé jön, tehát hogy még alapból rosszabb lett, mint amilyen volt. Jó, azért megnézem. Itt vannak az uncommonok. 4-4-4-5-ből van két különböző, meg egy stabil, és egy másik. Jó, akkor ő se kell most, van belőle elég. Azzal az egy Verge-Boreszttel mit akartam? Szélnek eresztjük? Vagy majd csinálok belőle valamit? Nem tudom. Szélnek eresztjük. Nagyon. Az a baj, hogy ezek a típusúak, mondjuk lehet, hogy Royal Jelly-vel működne. De alapból ők nagyon instabilak, és nagyon gyorsan visszaalakulnak a bármelyik másik típusra. Na, gyorsabban, engedd el, hogy. Aztán. Akkor jön a Rigal. Megint elfelejtettem, miből jön. Vibrant és Verdant. Hát Verdantból van egy jó pár, Vibrantből, 4-3-4-5-ösből, hát próbáljuk meg ugyanazt. 1, 2, nem tudom, hogy van-e lerakva. Nem csináltam semmit ezekkel, tehát még egy kicsit ezért káosz van. Vibrant és... Mi volt a másik? Verdant. Ja, az itt van. Nem. Oh-oh. Ja, itt van. Oh. 5-4-5-5? 3-4-3-4-5. 5-4-5-5 az mindenféleképpen kell hozzá. Egy. Hát, ha ők lennének a dominánsabbak. Meg akkor elvisszük a 4-4-5. 4-4-4-5-5 is. Hát, ha azt a hármas ki tudnánk belőle neválni.
Kiütjük belőle. Na, akkor mondjuk próbáljuk meg az erősebbet. 5-4-5-5. Várjál, most elbizonytalanodtam. Ezek várják. Ezek az artisanok. Hogy egyáltalán raktam-e ki... Ja, itt vannak. 5-4-5-5-ös ráadásul. Akkor ezt a 4-4... Ezt elrakjuk, ez nem kell, hanem kiveszünk egy 5-4-5-5-öt. Ezt mondtam, tehát hogy itt szépen mindegyik ugyanolyanra fejlődik. Azért is próbálom őket állandóan berakni egy kasba, hogy tudjunk velük játszani. Ezt pedig úgy csinálom, hogy egyiket így, másikat így. Aztán kiderül, hogy még belmi lesz. Ezeknél úgy emlékszem, hogy semmi más feltétel nem volt, csak hogy a Golden Rod itt legyen mellettük. Abból van itt is, hát itt is van, de szerintem azt pont ez a kaptár már, vagy ez a... nem tudom mi, ez már... nem látja. Ve, itt. Ebbe voltatok. Maggi. Igen, a commonokat a másik helyen ott hagytam, mert tehát a nagy része a commonjainknak, már van olyan, hogy csak simán éjszakai elszórakoztam őket? Akkor még jobb. Pont azt akartam mutatni, hogy itt már csak olyanok vannak, amik jók. Ehhez képest akkor ezek szerint csak itt van egyedül az, ami jó. Ez azt nem tudom, hogy ha ezeket elkezdem utána tovább fejleszteni. Na most például ott vannak ezek az 5-4-5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 -
Hát erre baromi kíváncsi vagyok. Az a kettes, azt még valahogy, ha kijön még kettő, azt még valahogy egy másikkal meg kellene futtatni, hogy menjen följebb egyel. Itt kezdtem el keresni. Ja, Verdantokat. Ó, de rövid agyom van. Itt vannak. Tehát ezek 4-4-4-4. Ehhez képest mi most 4-3-4-5-öket csinálom. Fogom tudni őket feljebb húzni. Jó. Itt egy picit elszórakozgatunk. Aztán menet közben tényleg azt kellene elkezdeni megcsinálni, hogy vannak a bokrok, ami ebben van. Ebből kiviszünk, alig hagyunk valamit. Így. És én ezzel visszatekerek az előző területre. Ja, ott álltam meg az előbb a csónakkal, csak elfelejtettem. Hogy most teljesen más oldalról jöttem. Ki kellene még menni, mert valamelyik nap itt hagytunk valahol. Ezen a területen méheket. Nem a jégben, hanem a melegben. Igen, a meleg kellett nekik. Még őket is meg kellene keresnem. Az a baj, hogy valós időben jó pár nap eltelt az előző videó óta. És nem teljesen emlékszem, hogy hol hagytam őket. Mondjuk így. Igen. Mondjuk így, hogy nem teljesen emlékszem. Teljesen elfelejtettem. Őszinte leszek. Nem tudom, hol vannak. Majd biztos, hogyha megyek arra, akkor úgy... Köszönjük a mese. Szép hangja van, csak behallatszik. Tehát az a baj, hogy... Zárt ablakon keresztül behallatszik. Ezek mind az eredeti mének a
a továbbfejlesztése. És az a bajom vele, hogy már most ettől jobb típusú méheink vannak. Jó, erőre az a baj, hogy arra még nem jöttem rá, hogy hogyan fogom tudni őket tuningolni. Mert valamilyen szinten elvileg a körülöttük lévő virágnak is hatnia kell rájuk, mikor ezek létrejönnek. De most ez kérdés, hogy tényleg így van-e. Hogy tényleg fejlődik-e attól a Swarmerben, aki, vagy attól, hogy itt van mellette az a virág, ami neki mondjuk kell, vagy amire jó hatással van. És ezt nem tudom. Ja, ők éjszakaiak. Jó. Ja igen, ide raktam a teleportot, ez csak azért, mert elvileg, ha majd a másik kettőt feloldom, amiket már most így nagyjából tudunk, hogy hol vannak, akkor könnyebb lesz innen teleportálgatni a saját területünkre, meg azt akarom megcsinálni, hogy majd rakok egyet ide a mostani Fafarm környékére is, elvileg azt is meg lehet csinálni. A Tradernél, ennél a Mooksnál, aki így állandóan megjelenik az erdő közepén, nála láttam a múltkor, azt hiszem. De nem akarok hülyeséget sem mondani, lehet, hogy valamelyik másik NPC-nél. Mindegy, valakinél van, és lehet venni. A másik, amit meg kellene próbálni, Honeycourt gyártani. Úgyhogy még azt is lehet, hogy elmegyünk. Bobby in the throne of the new equipment. Állj! Ez mit tud Honeycourtból? Szerintem csak festéket. Lila? Még van három szín. Mi van itt Honeycourtból? Ezek, megmondom őszintén, hogy nem érdekel. Tehát ezek a dekorációs elemek most úgy nagyon nem. Tehát azért nem hajtunk, hogy az meglegyen. Jó, ennek utána kell egy picit megint olvasni. Tehát. Szó mi a kettő? Oké, tehát a Honeycourt egy, igen, akkor ezt le tudom tenni? Nem. Nem, tehát nem lehet letenni. Ajj, az így baj. Alten kristály. Igen. Resonators. De mi a jó anyám az a rezonátor? Na várjál! Állj meg! Tehát nekünk egyszerűbb erre. Most már nem, de amúgy eredetileg egyszerűbb lett volna. Azért is lenne jó, hogyha Bobbyval szórakoznánk, mert itt lehetne ásni akkor egy ilyen átjárót. Azzal a lapáttal, amit a múltkor néztem. Megvan, egy. Tehát azzal a lapáttal, amit a múltkor néztem, azzal lehetne ásni ott egy átjárót, és akkor át lehetne úgy jönni folyamatosan ide. Jó, én ezt már most
Hogy szedtem? Ja, ez a... Ó, nagyokat nem lehet. Álljál meg. Nem akartam összeszedni. Köszönöm. Köszönöm a buzgóságodat, de... Várj. Hol van Bobby? Egyából hozzánk képest most van jó irányba. Én akkor honnan szedtem? Mert hogy ezeket nem lehet kiütni csak azzal, amit ő adott. Ha. Tehát nekem hány kor kell? De akkor, ha ide jövök, beteszem a fát, és berakom ezt, akkor ez folyékony lesz. De akkor attól még hány kort nem tudok csinálni. Bobby! Az engem nem érdekel. Igen. Igen. Aha. Tök jó. Bobby néma. Most vagyok gondban. Mert ebben csak leolvasztani tudom, és ki tudom vinni innen. Igen. A leírás szerint... De én ezt hogy tudom letenni? Mi az a rezonátor? Ki ad rezonátort, és honnan? Ez Forge, ez Workbench. Itt a rezonátor. De... Ehhez 24... Ó, úristen. Oké, de akkor álljál meg. Ó! Álljál meg, Bobikám! Adj egy ilyet! De most azonnal. Ha! Jó. Ez így megvan. Ehhez erősebb kell. Jó, ehhez majd valószínű valamit nekem kell gyártani. Na most azt megnézem. Összeszedtem. 3, 4, 5, hogy ez ugyanúgy 2-ért eladható. Ho-ho. Ja, oké. Bobival nem sokat beszélgetünk, mert... Jó, tehát akkor 10-et. Na várjál. Mert nekünk még ez is kellene. Egy ilyennek majdnem kétszer tovább fog tartani, mint a stone, bár szeretném nem annyira elhasználni. Na várjál. Még mindenféleképpen szedünk. Kik vagytok? Ez a Frosty. Mindenféleképpen szedünk egy tízest. Mármint, hogy összesen 20-at. 9-15-ig kell menni. Mert veszünk még eszközöket. Jó. Na.
Előrébb amúgy nem vagyok, mert még azt mindig nem tudom, hogy mit, hogyan, de már azt tudom, hogy például kenisztert is fogunk tőle venni 24 ménél, ingotot is fogok tudni venni nála, amit utána a workbench-nél fogok tudni. Tehát alapból most 24 még megint pihenő van. 30-ért eladjuk, van 40 hanikórunk, veszünk egy shovelt. Köszönjük. Anvil. Nem nagyon szoktuk megjavítani a dolgokat. Ezt szerintem jelenthetem. Meg mennyi a... Ja, hogy megint nincs. Összetörtöm. Jó. Meg akarom nézni, hogy mennyi az eredeti kőbaltának a durability-e, tartósága. Mert... Ops, állj meg, haver! Ugorj be! Így. Mert az lenne a lényeg, hogyha csak duplája, akkor nem feltétlenül éri meg a kalapácsunkat erre elhasználni, de hogyha mondjuk, most mondok valamit, 250 helyett 4000-es, akkor már azt mondom, hogy az 4-szeres, és az már megéri. Na nézzük. Ezt mindenféleképpen ki kell próbálni. Ezért nincsen baltám, mert állandóan fát vágok. Így. És akkor ezt betesszük, mondjuk a tollnak a helyére. Pam, papam. Hát, tudja fene. Húzzam el itt végig. Mi van akkor, egy olyan helyre kattintok, ahol van alatta egy fa? Ó. Ó. Erre az egyre nem számítottam. Minden másra arra, hogy szétszakad, összetörik, eltűnik, bármi, de pont arra, hogy csak úgy semmi nem történik, ott marad a fa, arra nem. Ajajajajaj. Mondjuk még ennyit mindenféleképpen át kellene vágdosni. Van, csak még ez szerintem kevés. Meg ennek nagy része bemegy amúgy az infuserbe. Ez ide. Ezt most kivesszük, ezt kivesszük, ezt kivesszük, és akkor a maradék az pedig akkor majd megy egy kicsi... lehet, hogy ezt kellett volna berakni, amit eddig megcsináltam, nem baj. Teljesen mindegy. Jó, ez így. Jó. Van még elég rezinünk is. Na. Visszatérünk akkor az alapokhoz. Ebben a ládában kell lennie egy... Így. Honnan fogom látni, hogy hogy néz ki? Mert azért az úgy elég nehéz, hogyha nekem kell így valami mintákat kitalálgatni, hogy egyáltalán... Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Álljál meg! Rozi! Higadj! Ebből semmi nem lett, ebből semmi nem lett, így semmi nem történik. Tehát, hogy ez a... Menj innen? Ez a legnagyobb gond, hogy mivel alapból nem tudom a mintát se, meg hogy mit kell csinálni. Próbáljunk meg ilyet betenni. Nő! Játék, segíts már! Mit jelentenek ezek? Mit ír?
Ja, hogy mindegyikből kell legalább 5. Várjál. Mert akkor úgy rakjuk be, hogy... Ezt ki. De ne, gyere ki. Így. Meg te is. Mindegy, az hová rakod. Na, tehát berakok 1, 2, 3, 4, 5, igen. 1. Ó. Tehát... Nem, miért a butterfly-es nyitom meg? De gondolom nem is ebből. Nem, mert ebben csak a virágok vannak, akkor... Petal Alchemist. Az van. Ott kellene lennie egy zöldnek, meg egy piros zöldnek. Tehát akkor zölddel, az azt jelenti 5. Állj meg, tedd oda fel. Mondjuk legyen így. Tudj, megvan az invite. Hová tettem a másikat? Nem? De, itt van. Jó. Így. És akkor elvileg az utolsó az meg zöld és piros. Tehát hol vagy? Itt. 1, 2, 3, 4, 5. Mondjuk rakjuk ide. Meg mondjuk ide. Van vajon ennek is értelme? Hogy mit hová rakok? 5 újabb üveget kaptam, nagyon jó. Give me space. Meglett. Gun fishing swamp thing. Kell egy highsbane, egy 5 pont shine, és egy magibi. Ezért kapok majd pont shine-t. mi van itt? Így. Aha. Aha. Értem. Hát az a lényeg, hogy az attract, az növeli az esélyét, hogy a pillangók megjelennek a közelben. Az invite az a magányos méheknél növeli ugyanezt az esélyt. A discover pedig, hogy aranyszínű pillangók jelennek meg a közelben. Itt. Ohó! Rá, kapjuk az ajándékokat. Jó. Hát itt ezt újra kell majd szépen mindjárt húzni. Na, mi történt? Ott egy réka! Juhú! Hát ez nem tűnt túl boldognak. Learn more. Ő meg is van. Aha. Jó. Akkor. Mit tudsz? Értékeket kérek. Matematikailag ki kell számolni, hogy milyen értékeid vannak. 6, 5, 4, 6. Gyere csak velem. Oda be.
Úgy anyukám. És ő ti. Ő szintiszta regál volt, ugye? Igen. Hogy lenne más? Mindegy. Hülyeséget kérdeztem. Mert akkor egy royalt elviszünk magunkkal. Alá csapjuk. És már indul is a regál. Fejlesztés. Haha. Ebből lesz három új. És akkor utána megyek tovább. Na jó. Akkor jelen pillanatban ott állunk, hol a csónakom, hogy csak azt akarom megnézni, hogy a 24-hez képest hol vagyok. Szerintem úgy soha túl el vagyok maradva. Valamit ide le kéne rakni a partra, hogy lássam, hogyha éjszaka jövök, hogy hová kell jönni. Szóval. Nem ez. 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 14 méhet sikerült eddig felfedezni. Ez még nagyon kicsi. Bár mondjuk 22% ahhoz képest, hogy valamelyik nap, amikor még erről volt szó, 7% körül volt. Tehát már azért most egy negyedénél járok a játéknak. Az úgy aránylag jó, szerintem. De még nem pecáztunk, még nem csináltunk semmit, még Butterfly-ből is van összesen 2. Tehát haladni kell, haladni kell. Most megint az lesz, hogy gyártok egy pár ilyen bokrot. Ezeket. Megvárom, míg megnőnek. Aztán utána elkezdem őket megint tovább szaporítani. Mert úgy látom, hogy most ez lesz a következő, ami nagyon sok fog kell lenni. Meg megvárom, míg ez a rigál tovább fejlődik. Szépen lesz belőle új pici méhecske, és akkor utána azokból fogunk csinálni. Hát én most per pillanat nagyon szeretnék legalább vagy 3 kast, vagy kaptárt. Legalább. Mert az azt jelenti, hogy ha ők is, ha jól láttam, eléggé hosszan élnek, abból volt a magasabb érték. Az a baj, hogy még nincsenek benne. Igen. Tehát úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy itt a 6. És mivel, hogy hosszabb ideig élnek, és jobban dolgoznak, mint a többiek, az a baj, hogy lehet, hogy amúgy addig fogom őket szaporítani, hogy például a normál méheimet is fel fogom belőle tudni húzni egy kicsit erőteljesebbre. Megmondom őszintén, hogy ez az egy küldetés, az jelen pillanatban is ilyen fejvakarós, hogy miért kellene lerontanom? Jó, igen, a stabilitását kell lerontanom. A stabilitás, ennek utána olvastam, hogy ez mit jelent, és mi jön belőle ki. Tehát az a lényeg, hogy van az utolsó érték, a stabilitás, és a játék ezt akarja, hogy én ezt vigyem le a commonnál 3-asra. Az a baj, hogy minél magasabb az érték, annál kisebb eséllyel fog elmutálódni. Minél alacsonyabb, annál nagyobb az esélye a mutációnak. Tehát valószínűleg a játék azért akarja, hogy az utolsó értéket lehúzzam, mert onnan jött volna az, hogy a commonból amúgy nagyon sok mindent hoztunk volna létre. Szerintem minden első szintűnél benne van a idézőjelesen receptben, igen. Tehát mind a hárommal össze lehet hozni. És valószínű azért akarta a játék, hogy lehúzzuk a stabilitást 3-asra, hogy könnyebb legyen például majd itt az uncommon commonnál összehozni. De én úgy vagyok most per pillanat vele, hogy inkább legyen egy picit nehezebb őket mutálni, mint hogy az legyen, hogy amikor meg nem akarom, hogy mutálódjon, akkor meg automatikusan magától mutálódik. Tehát, hogy inkább nem mutálódjon, mint hogy mutálódjon. Elszórakozunk vele, nem gond. Szerintem a Vibrantem is tovább fejlődött, nem mondod. 4-3-5-5 5-4-4-5
És a Vibranteknek nem ez az értéke? 5-3-5-5, hát ez már egy kicsit igen. 4-4-5-5, 5-4-5-5. De ez egy hibrid, ez nem érdekel. Hogy néz ki egy Vibrant? 4-5, 3-4-5. Tehát már itt van olyan, aminek a középső értéke elindult fölfelé. Ennek. És ráadásul nem is kicsit, tehát hogy ez a felsőben van. És ő visszerető. Jó, akkor az... Azt hittem, hogy létrehoztunk valami újat megint, de nem. Na jó. Szerintem nagyon sokat haladtam. Vagy nem. Nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy kicsit így, hogy használom az agyam arra, amire való. Így úgy néz ki, hogy tényleg fogunk tudni haladni valamerre. Most per pillanat én a méhekkel szeretnék a legtöbbet foglalkozni, mert szerintem a pillangózással az a probléma, hogy kékszínű virágok között lehet megtalálni a mellett, a Swanworth mellett. Szaladgálhatok egy fél órán keresztül. És szerintem sehol nem fogok találni ilyen pillangót. Hú, te méhecske, azóta itt vagy a vízben? Ó, ne hari. Nagyobb esélyem lenne. Na most az a kérdés, hogy a játék Forestnek veszi el magát a területet. Vagy neki az a foreszt, ami így itt van. Mert akkor itt kellene elülnünk, aztán a pillangót várni, hogy mi lesz vele. De, tehát, hogy ez megint egy olyan, hogy és mi van, ha nem jó gondolatmenet alapján indulok el, és akkor itt ülök, mit tudom én, egy órán keresztül, és mégsem jelenik meg, mint ahogy csináltam ezt az Uncommon Common B-vel, hogy nem akart kijönni az a következő verzió. Na most a másik, amit meg akarok még próbálni, a meleg szeretőkből kinevelni a meleg szeretetet. Mert tudom, hogy az lenne a jó, hogyha mindenkit a saját területén termel, vagy tenyésztenénk tovább, de megmondom őszintén, hogy sokkal kényelmesebb lenne az, hogyha ott középen beszaladok, gyorsan körbe rohanok az egészen, bedobálom, kiforgatom, és utána visszaszaladok, és kirakom, és megyünk tovább. Mint az, hogy most megint csónakba szállni, vagy akár ha már megnyitom a teleportokat, valahogy valószínű oda ezeket a blessed méheket kell majd, az áldott méheket kell majd el küldeni valahogy. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy úgy alakuljon a mi csapatunk, hogy ott azon a helyen, amit most kialakítottam, azon belül tudjunk mindent megcsinálni. Van egy olyan érzésem, hogy biztos, hogy találkozunk majd olyan tulajdonsággal, amit nem lehet megváltoztatni. Elvileg a többi fajt nem fogja befolyásolni. Hát, hogyha most beteszek egy olyan füstölőt oda a területünkre, akkor elvileg annak azokat a méheket, amik most vannak, nem kellene befolyásolnia. Az meg, azt erre működik. Ó, hogy az édes anyárat azt. Legalább félig meddig bizonyítottad volna az én igazamat. Nem baj. Hát ilyennek is lenni kell. Itt a drizzle. Napközben esőben.
Hát ezt nem írtad. De jó, hogy éppen elkezdett esni az eső, mi? Az úgy kemény lett volna, itt állok. Princesz. Aha. Hát 99% hogy a saját beehive-eim körül nincsenek ilyenek. Úgyhogy lehet, hogy ehhez kell egy mesterséges területet kialakítanunk majd. Azt már itt észrevettem volna, hogyha új pillangók mászkáltak volna ezen a területen. Ezek a piros virágokon vannak, azt írja. Az 99% hogy észrevettem volna. Meg most már itt vannak. Nem tudom, hány napja nézegetem őket. És erre itt vannak a területemen. Na jó. Szerintem ezt már feladom. Nem. Várjál. Mit csináltam? Ja, hogy ezt nem vittem még tovább. Jó. Ez. Regal. Igen, ez sokkal nehezebb lesz, tehát még most jár 481-nél, amikor a többiek alapból szoktak, nem tudom, pár percig dolgozni, ő most úgy látszik, hogy még most jár a 8 perc van hátra résznél. Őt megpróbálom még tovább szaporítani, hogy legyen megfelelő számban. Más nyersanyagra, hát megmondom őszintén, hogy amit még ehek adnak, nem tudom, hogy van-e szükségünk. Pipollán. Valószínű, ezekre is lesz szükség. Mert belegondolva abba, hogy mondjuk tegyük föl, lesz olyan magányos méh. De jó, hogy láttam már, hogy van gombám. Valahonnan, nem tudom, honnan szereztem. Na, ezt lesz jó kitalálni. Zöld, piros, kék, sárga, nem tudom, milyen színűek vannak már. Ez könnyű. Ez szerintem lilipad. Na, hát ezzel bajban vagyok. Már jár, a növényesben van. Mert ez a lilipadnek az a formája. Az meg, hát, na ez a kérdés. Mert a ragasztó is ugyanolyan színű, a waterproofing is ugyanolyan színű, meg a... propolis is ugyanolyan színű. De mondjuk azért, ha három közül gondolkodnom kellene azon, hogy melyiket szereti egy méh, valószínű a ragasztó lesz az. Nem propoliszt kell beleraknunk. Esélyes, nem? Ja, nem ez. Ez. De most megint kérdés, mert ez nagyobbnak tűnik. Tehát, hogy még mindig nem biztos, hogy ez lesz az. Növényből olyan formájú még nem került a szemem elé, ettől függetlenül nem lehetetlen, hogy van. Ebben csak magok vannak, de tehát, hogy nekem formára amúgy az tűnik olyannak. Egy kör, meg két ficek lefelé, ez egy kör, két ficek csak más irányba. Igen, három... ágú. Az nem az lesz. Ez esélytelen, hogy az. Vagy hát körvonal miatt előfordulhat, de tehát ez nem tűnik körnek. De akkor meg nem tudom, mi az. Még nem találkoztunk volna vele. Létezik, hogy valamelyik ma méhünk még, vagy ne létezne, hogy gyárt olyat, amit még nem láttunk.
Van olyan alakú itt ezek között? Magi, Raki. Nem. Worker bee. Ilyen kell. Domesticated. Jó. Twilight. Hát, az a baj, hogyha van is, akkor ő nagyon messze. Tehát nekünk még közünk nincs ahhoz. Na és csak fát fogunk tudni kellett találni belőle. Nem, ez robulum. Aha. Ez lesz az, amit bele kell tenni az apikólába, hogy más íze legyen. Nem lehet lefelé gombbal menni? Nem lehet. Miért lehetne? Klikkelni kell. Most már azért csak végig kattingatom, hogy találok-e valami olyat, ami benne van ebben a körben. Nem. Nem. Tehát... Igen. Tehát, hogy nem látok most olyat, ami adott tartozna, tehát ezek szerint akkor az csak propolis lesz. De kipróbálom. Tehát, hogyha nem jó, akkor megyünk tovább. Akkor keresünk, mert akkor valaminek olyan alakúnak kell lenni, mint amilyen a ragasztó meg a propolis. De nem tudom, mi az. Úgyhogy, ja. Na jó. Ezek már úgyis, még nagyon sok idő van neki, még ez mindig az eső miatt nem halad sehová. Annyit fogok akkor még most csinálni, hogy őt megvárom, míg elszaporodik, és szerintem most beindítom ezeket itt felül, végig, és elkezdek honeycombot gyűjteni. Mondjuk most már van 161, tehát elvileg tudok gyártani egy jó pár kaptárt, mert tehát ha jól belegondolok, itt a két oldalt azt meg kéne csinálni, meg most már kelleni fog keret is, mert szerintem így összesen ennyi van. Így. Ez egy icipicit most már megcsappant az eredeti dobozokhoz képest. Ezeket azért hagytam itt, vagy ezért raktam le, mert még ebben is van egy darab. Azért raktam ide alulra, vagy oldalra őket, hogy például ezt a kört be tudom tölteni innen, utána itt megcsinálom, és vissza tudom őket rakni. Tehát, hogy ne kelljen állandóan rohangálni jobbra-balra. Bár, mondjuk most azt nézem, hogy víz szempontjából, gyere le, arrébb akartam húzni a képernyőt. Lehet, hogy a víz szempontjából, hogy add ide, mert most már hülyeskedsz. Elérjük a vizet mindenhonnan, és ide be tudjunk rakni jó pár speckó növényt a vízbe. Lehet, hogy ezt kellene csinálni, hogy ide raknám a fejlesztőket. Mármint a Royal Jelly-seket. Azért nevezem őket így, mert hogy belülük még azért elég sok mindent ki fogunk tudni így tekerni. Tehát azért egy... ők fogják továbbfejleszteni a területünket. Tehát kettő darab kell egyhez. És öt honeycomb. Azzal nem lesz gondunk. Tehát már most, ha csak ez mind működne folyamatosan, körülbelül megállás nélkül termelnének. Az előző területen kipróbáltam azt, hogy nem vettem ki a honeycombokat. Nagyjából 13 körül járt, ha jól emlékszem, mikor még mindig rakta belefelé. És akkor költöztünk el. Tehát még 13-nál még biztos, hogy nem áll meg, de ha teljes stacket enged berakni, akkor ez jó hír, mert jelen pillanatban ott járunk, hogy ebben van 161, és valószínű 999-es stacket enged a játék. Ha 161-nél még megyünk tovább, akkor ez valószínű 999 lesz ugyanúgy. És ha
Kasonként enged 6-szor, igen, 6-szor 999-et, akkor ez úgy 6000 darab kasonként, és nekünk csak a közepét kell állandóan töltögetni. Tehát ezért kellenek ezek a rigál méhek. Ezek nagyon, tehát most ez olyan jól jött, hogy tényleg ki is jöttek egyből, nem kellett vele sokat szenvedni. Még lehet, hogy vissza kellene raknom amúgy egy körre, csak azt látom, hogy amúgy nincsen olyanunk, amit érdemes lenne. Ő nem vízszerető, tehát még amúgy előfordulhat, hogy egy Verdantot, ha megint megpróbálnék egy ilyen Vibranttel összehúzni, főleg így, hogy mondjuk van egy ilyen 5-4-5-ötösöm, meg mondjuk emellé beteszünk egy 5-4-4-5-öt. Várjál, ő tiszta, de állj, az a kérdés, hogy egyáltalán nem, ez a baj. Azt akkor nem próbáljuk ki. De az jó lett volna, ha ő tiszta. Ez ú, de baromi magas. De így meg... To. Gyere csak. Ezt meg ezt összerakom. Várjál, jól mondom. Nem, ez is Vibrant Verdant. Na, mindegy. Jó, adjuk. Velük is eljátszok egy kicsit. Úgyhogy, hát, nagyjából a költözés előtt 40. napon jártunk, 15 nap telt el. Ebből 10 ját, vagy videón kívül, úgyhogy haladni kell most már. Most már megpróbálom majd jobban elolvasni a leírásokat is, hogy minek mi kell, hogyan kell. Hát ha kicsit hamarabb tudnánk elérni azt a 24-et. Meg én még most mindjárt kimegyek. Úgyhogy lehet, hogy lesz megint egy ilyen váratlan bejelentkezés, ha sikerül egy olyan méhet kifejleszteni, aki a meleg szeretetet azt így levedli magáról, vagy a hideget éppenséggel, és akkor tudok megint új méheket létrehozni. Mert nekem az lenne most itt tényleg a fő célom, hogy ebben a területben tudjuk a lehető legtöbb dolgot összpontosítani. Na jó. Viszontlátásra.